Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatom az ikrek másik oldalát. Ugye itt eljutottunk erre, azt mondtam, hogy hogy a férfias rész a férfias oldal. És most folytatnám a női esetet, rajzis oldalt. Viszont őszinte leszek. Egyetlen egy dolog, ami jelenleg így most ebben a pillanatban fix, hogy szeretném, hogyha egy kicsit megmaradna az egység, ezért ugyanezt a csillámosat fogom alkalmazni ezeknél a részeknél. Tehát gyakorlatilag az lenne az első, hogy ezt a csillámos részt villámgyorsan fölfestem, és fogalmam sincs, hogy mi lenne a következő lépés. Van bennem egy olyan elképzelés, hogy egy ilyen kékes lila, és van bennem egy olyan elképzelés, hogy ugye a narancssárga vörös. A narancssárga vörös az gyakorlatilag azért, mert hogy akkor a tűz és a víz szimbolikája, tehát ez itt azért egy ilyen kicsit vizesebb, hát vagy inkább fémesebb, hát ilyen kékesebb mindenféleképpen, és ide meg egy ilyen tüzes hangulatot csinálnék. Azért is, mert hogy a fiamnak készül, és ugye ő pasi. Tehát neki egy ilyen lilás, pinkes árnyalat azért annyira nem feküdne, szerintem. Most miközben én itt racsolok, azért gyorsan felfestem itt, jó? Ezeket a részeket. Tudjátok, azért a csillámos egyszerűbben megy. Megmondom, hogy miért a csillámost festem fel először. Azért, mert hogyha a csillámosba utána bele fog csöpögni az áttetsző festék, mert hogy ezt az oldalt áttetszőre, transzparensre szeretném festeni, azzal gyakorlatilag semmi probléma nincsen, viszont hogyha ez fordítva történik meg, tehát a transzparensbe bele megy a csillámos, akkor ott egy elég nehéz javítási lehetőségünk van. Jó? Na most, amíg ezt így felfestegetem, addig akkor beszéljünk egy kicsit ugye az ikrekről. Én ezt azért nem szeretném most kihagyni, ezt a történetet. Tehát az ikrek az gyakorlatilag május 21-től június 21-ig van. Tehát az ikreknek a horoszkóp jegye. Hát igazából az ikrek az első kettős jegy. Tehát itt megtörténik az, hogy a szellemi tudat az gyakorlatilag belép, tehát az ikreknél. Ez a fejlődésnek a jelképe. Az ikreknek ugye ez a két részre osztódása, ez nagyon sok dolgot szimbolizál. Ez szimbolizálja a nőt és a férfit, a fényt és a sötétséget például. Ugye, amit én az előbb mondtam, a tűz és a víz kapcsolatát, illetve ellentétjét, menny és a pokol. Tehát minden, ami a kettősségem alapszik, a kettősséggel összefügg. És ezért is egyébként festésterben nagyon-nagyon jókat lehet vele játszani. Tehát milyen az ikrek? Az ikreknél, tehát az első olyan jegy, aminél már nem kimondottan az ösztön számít. Tehát az ikrek az hiába érzi jól ösztönösen a dolgokat, nem mindig az szerint dönt, hogy mit érez, hanem itt már azért belép számára a tudat és az akarat. Tehát ő már kicsit tudatosabban kezeli a dolgokat. Ő már így rálát bizonyos dolgokra. Könnyű dolgom van egyébként az ikrekkel, mondtam, hogy a fiam ikrek. Nagyon könnyen barátkozik. Egyébként a tipikus ikrek. Tehát nagyon-nagyon könnyen barátkozik. Most így bele fogok szőni ilyen kis privát sztorikat is. Remélem nem fog megharagudni érte, hogyha ezt a videót végig hallgatja.
Tehát a barátkozásról az ikreknél van egy aranyos sztorim vele, amikor az új iskolába irattam, akkor hát egy jó 2 hét után, ugye bementem az osztályfőnökhöz, akkor volt a Beni negyedikes, igen, negyedikes, ötödikes talán. Bementem az osztályfőnökhöz, és hát ugye megkérdeztem, hogy mi újság a gyerekkel, minden rendben van-e, tralala. Most ezt tudni kell, hogy olyan volt az osztálytermüknek az ajtaja, hogy volt rajta egy kicsi ablak, ahol gyakorlatilag ugye be lehetett nézni, be lehetett lesni az osztályba. És hát mondta az osztályfőnök, hogy hát nagyon elragadó, és nagyon nyitott, és hát gyakorlatilag mindent elsorolt, ami az ikleknek egy nagyon jó, vagy ami az ikleknek a nagyon jó tulajdonságai közé tartozik, a gyorsabb felfogása, logikus gondolkodások, könnyű vele kommunikálni, bármire megkérik, az mindent megteszi, de hát van egy, mindent megtesz, ott van egy nagyon komoly baj. Hű, na, én itt agyvérzést kaptam, hogy tudjátok, amikor egy anyukát leveri a víz, úristen, mi van? Hát és ugye először így nézek a tanárra, azt elmosolyodott tanárnő, és akkor közölte, hogy hát az a helyzet, hogy amióta a Beni ide jár az osztályba, azóta, ahogy kicsöngetnek, az összes ötödik, hatodikos lány itt áll az ajtó előtt, és azt várják, hogy a Beni mikor jön ki a teremből. Na most, ez egyébként jellemző az ikrekre. Hát ez ezért meséltem el ezt a sztorit, tehát az ikreket nagyon-nagyon lehet szeretni. Tehát függetlenül attól, hogy most bárki bármit párkapcsolatilag szeretne egy ikertől, az ikrek egy nagyon szerethető személyiség, borzasztóan nyugodtan tud viselkedni. Jó, hát nem kell kihozni a sodrából, de hogyha nem kizárólag az ilyen párkapcsolati dolgokat nézzük, hanem azt, hogy társaságban hogy viselkedik, nagyobb csoportban, akkor nagyon, hát egy tüneményesek. Tehát tényleg imádnivalóak az ikrek. Na, közben végzem én itt mindjárt a csillámossal. Mert Benjiről egyébként rengeteg ilyen sztorim lenne. Na, tehát, ugye az, amit elmondtam, nagyon logikus a gondolkodása. Nagyon jó rálát dolgokra, tehát akármi történik a környezetében, abból konkrétan egy másodperc alatt ki tudja szemezni a lényeget, és erre nem feltétlenül ösztönös ráérzése van, van benne egy ilyen is, de ugye a logikus gondolkodásával. Illetve az ikreknek nagyon-nagyon komoly a tudásvágya. Ez nem azt jelenti, hogy az ikrek kitűnő tanuló lesz. Vagy hogy maximálisan fog mindent teljesíteni. Nem. Ez azt jelenti, hogy az ikrek nagyon-nagyon szeret mindent tudni. Például tetszik neki egy film a tévében, akkor fogja magát, és utána néz, hogy milyen alapja van annak, ami a filmben zajlik. És ezáltal ugye nagyon sok dologról fog tudni. Nem is 100%-osan, de olyan szinten, hogy ő erről bármikor társaságban bárkivel elbeszélgessen, ő ezt így pontosan. Nagyon jók a beszólásai. Tehát ő mindig tudja, hogy mit kell mondani. Tehát zseniálisan kommunikál. És ez a tulajdonság egyébként, hogy ő szeret mindennek így egy kicsit mögé nézni, mögé látni. Ez őt nagyon, nagyon nagyban segíti az élete folyamán. Egyébként nem egy kitartó személyiség, tehát szeret így tényleg mindenbe belenézni, de ezt nem feltétlenül a mélységekig teszi. Sőt, neki bőven elég az, hogy egy-két dolgot erről így most tudunk, és akkor ő ezzel elég jól el tud lavírozni. Egyébként sokkal többet tud ezekről a dolgokról, mint más ember, mert hogy borzalmasan érdeklődő. Tehát ugye ez a nagyon gyorsan reagál egyébként a dolgokra, tehát tényleg azonnal képes mindent felismerni, mindent megérteni,
De hát ugye ez az, ami azt hozza, hogy ugye nem szokott ő azért elveszni a részletekben. Tehát azt azért nem mondhatjuk rá, hogy ő pontos. Tehát így most ez így lehet, hogy csak a fiúkra igaz, hozzáteszem, de így takarításnál is, tehát ahol a papok táncolnak, az ott egyébként úgy pont tökéletes, és a többit azt majd valaki más megoldja helyette. Ellenben ugye mindent elvégező, csak nem azzal a 100 meg 110%-kal. Nem csak úgy, ahogy úgy neki jó, meg kényelmes. De hát tényleg elbűvölőek, tehát így ezzel is. Na, akkor egy pillanat, mindjárt folytatom. Csak most itt rendbe hozogatom azokat, amiket itt egy kicsit ide csöpögtettem, oda csöpögtettem, amoda csöpögtettem dolgokat. Ahogyni, ez itt kész. Na. Tehát, akkor még így az ikrek. Tehát nagyon jól kommunikál. Szeret is. Tehát imád dumálni. Szereti, hogyha tudják róla, hogy ő mennyire okos, és tényleg nagyon ütősek a mondatai, ezt lehet rámondani így a lényegre látása miatt. Tehát intellektuális. Nagyon sok ikernek van művészi hajlama. Hogyha ezt a hajlamát ő felfedezi, és úgy igazán megkapja hozzá a segítséget és támogatást, akkor ebbe képes egyébként teljesen feloldódni, és teljesen ennek szentelni az életét. Na most gyakorlatilag ez lenne minden ikernek a legjobb, hogyha abban a dologban, amit ő szeret, és amiben ő képes feloldódni, és úgy megtalálni a belső énjét, ha azt ő tovább csinálná, akkor nagyon nagy sikereket tudna elérni. Az ikrekhez tartozik egy pillanat, én azért itt néha bepuskázom magam, nehogy hülyeséget mondjak, a Merkur bolygó. És ugye a Merkurnak köszönheti a logikus gondolkodását, a nagyon könnyű felfogását, illetve a bizonyos kereskedelmi érzékét. Tehát nagyon jó érzéke van az ikernek a kereskedelemhez. Tehát ilyen vonalon is nagyon sikeres tudna lenni. Most, hogyha én csak a filmet nézem, és ti is kukkancsatok bele az ikrek ismerősöknél úgy a kis életkéjükbe, de tényleg csak ilyen érintőlegesen. Tehát a fiam például borzalmasan jól rajzol. Tehát félelmetesen jól rajzol. Ő nem másról. Ő ami a fejében van, ő azt kirajzolja. Tehát voltunk is, 13 éves volt, amikor a Valentin Péterékhez elmentünk erre a jobb vagy féltekés tanfolyamra, és ő a felnőtt tanfolyamot csinálta végig, tehát azt a 4 napot nagyon keményen, és egy zseniális munkái születtek. Ennek ellenére én nagyon szerettem volna, hogyha tetováló lesz. Van is, vagy lett is volna rá lehetősége, illetve még mindig van, mert a keresztapja egy nagyon híres tetováló művész. És ennek ellenére én megvettem neki tetováló készletet mindjárt, de valamiért nem ebben találta meg az igazi művésziességét, hanem szakács. Tehát ő most szakácsként is dolgozik, és valahogy így az ételek az, ami így neki igazából bejött. Tehát ez az, ami neki így nagyon tetszik, és ezt így hagytuk is nála ezt a vonalat. Mindjárt készen vagyunk. Tehát, hogyha ezen a vonalon például egyik elindul, és ott saját üzletet nyit, saját vállalkozást, minden lehetősége megvan rá. Ugyanis tényleg nagyon a dolgok lényegét látja, nagyon gyorsan tud reagálni bizonyos dolgokra, viszont egy ilyen kereskedelmi területen egyébként jó, hogyha van mellette egy olyan társ, aki azért a részleteket jól megnézi. Tehát akár egy nagyon jó könyvelő.
Na, figyeljetek, maradok a vöröses beütésnél, jó? Tehát én maradok ennél a hangulatnál. Jó, tehát elővesztem a vörös bort, elővesztem a pirosat, és elővesztem a narancssárgát. És a gyömbért. Jó? Tehát most egy kicsit visszatérek a festéshez. Na most itt ugye a legdominánsabb, vagy a legerősebb szín az ugye a fekete. Tehát akkor valószínűleg, hogy itt most azt fogom csinálni, hogy a feketét, tehát ami itt a fekete lenne, én azt fogom vörösborral megfesteni. Azt egy szép kis vörösborral. Jó? És most a transzparens színeket alkalmazom. Hoho, bocsánat, itt kihagytam egy, itt a nagy csevegésbe, itt kihagytam egy kis ezüstöt. Itt még gyorsan pótolom. De az ikrekről nagyon lelkesen tudok beszélni, szerintem valószínűleg, hogy azért, mert a gyerkőc ikrek. És nála azért már így 23 évesen azért ez megmutatkozik. Elég erőteljesen. Na nézzük. Na, akkor most jön a vörös bor, jó? Ugye nem a csillámos festékkel, vagy nem a csillámos ecsettel dolgozom, hanem elővettem egy új ecsetet, tehát nem is a fehérrel, hanem elővettem egy másik ecsetet, illetve szerintem elő kell vennem még egyet. Nem, jó, stimmel. Mert úgy éreztem, hogy egy kicsit össze van ragadva az ecset. Ez akkor fordul elő, hogyha vagy egyáltalán nem tisztítjuk ki az ecsetet, vagy nem jól tisztítjuk ki az ecsetet. Tehát ez akkor fordul elő. Na most először végigmegyek itt a felső részeken, jó? Azért, mert hogyha itt ezt most megfestem, akkor gyakorlatilag itt teljesen bele fogok nyúlni a kezemmel. Tehát ezért most itt a felső részeknél itt végig sétálok. Természetesen fordítsátok el, tehát ahogy kedvező, ahogy nektek kényelmes, jó? Tehát fordítsatok rajta bátran, ahogy szeretnétek. Szeretném, tehát azért gondoltam, hogy így beleveszem a gyömbért is, mert a sárga az nagyon intenzív lenne, viszont a gyömbér nem. És ugye itt van az, egy pillanat idehozom, megmutatom. Tehát itt van az, hogy ugye amikor van egy ilyen színpalettánk, akkor ugye meg tudjuk nézni a két szín közötti különbséget. Tehát ugye, hogy a sárga az egy nagyon intenzív, a gyömbér az egy kicsit mattabb hatást kelt. Kicsit tompább, inkább úgy mondanám. Na, tehát, amit még így az ikrekről. Egyébként nagyon jó csapat, tehát csapatban nagyon jól lehet vele dolgozni. Itt most véletlenül belenyúltam abba, amiben nem szerettem volna, tehát most azt tudom nektek megmutatni, hogyha ezt nem szeretném tovább folytatni, akkor így elhúzom a festéket, jó? Teljesen elhúzom, és így hagyom. És akkor folytatom itt tovább, tehát gyakorlatilag, hogyha abba szeretném hagyni egy felületnek a festését, egy adott cellának a festését, akkor azt így tudom megoldani. Jó? Egyébként főleg a feketénél nagyon-nagyon fontos. Mert a feketénél, hogyha nem festem meg egyszerre például ezt a cellát, vagy majd ezt a cellát,
akkor ott lesz egy olyan történet, hogy ott látszódni fog. Tehát ott az összeérintésnél meg fog törni a fénycsík. Jó. Na most itt ugye ellenőrzöm, hogy én hova tettem még vöröseket. És hát nagyjából ugye tükörbe szeretném csinálni. Tehát akkor itt ahol ott fekete van, ott ugye ide beteszem a vöröset. Jó? Ennél össze-vissza ebből nem tudnék haladni, ugye? Na, tehát az ikrek csapatban nagyon jól dolgozik, nagyon szeret dolgozni. Egyébként szeret dolgozni. Tehát ő nagyon, nagyon kis dolgosak. És nagyon jól érzi magát az emberek közelében. Tehát ő szeret az emberekkel lenni. Neki mindig sok barátja van. Az ikreknek általában van testvére. Tehát ő ilyen, a barátait is ilyen testvéri szinten kezeli. Nagyon nehezen szűnnek meg a barátai. Tehát ő úgy tényleg úgy kezeli a barátjait, mintha a testvérei lennének. Ez egyébként egy nagyon jó tulajdonsága szerintem. Főleg akkor, hogyha ugye nem bántják meg. Na, akkor most. Most ezt a fölsőket meg fogom csinálni, jó? Tehát a fölsőbe úgy gondoltam, hogy akkor a narancssárgát, tehát ami itt fehér, az itt narancssárga lesz. Mit szóltok? Tehát az úgy néz ki, hogy itt, és akkor megvan ez a tüzessége. Azért hagytam most abba a vöröset, a vörösbort, mert ugye szeretnék nem belenyúlni. És most arra gondoltam, hogy ezt így nagyjából egyszerre megpróbálom megfesteni. Mert ugye a másik oldal az ugye két videóból állt össze, de ezt el is mondtam ugye az előző résznél, hogy itt az volt a csalafintaság, hogy ugye egy transzparens színnel sokkal könnyebb dolgozni, mint egy pasztellel. Tehát most itt látjátok, hogy igazából, ha így rámegyek a feketére, hát észre sem vesszük. Tehát a transzparens színnel, hogyha így rágangolok, egy kicsit elfestek a kontúra, hát semmi baja nem lesz. Itt most keletkezni fognak ilyen pöttyöcskék, ezeket nyugodtan le is lehet törölni, hogyha valaki így félre csöpök. Tehát itt arra figyeljünk, hogy a fehérben ne csöpektős, ne... Megtanulok beszélni, ne csepegtessünk bele. Jó, kezeteket támasztátok le nyugodtan. Így az ujjatokat nyugodtan hagyjatok egy támasztást. Az fontos, hogy így mindig stabilan legyen. Itt ugye figyeljünk arra, hogy itt ugye más színű, tehát a közepe. Hű, de jó kis tüzes színe van. Az a helyzet, hogy én így egyben nem látok ilyenkor rá, csak amikor így fölnézek ide felétek a kamera felé, akkor látom így egyben, mert én itt gyakorlatilag a pici cellákat figyelem. Hogy hol van a kis cella. Na, és akkor most ugye megnézzük, hogy hol volt még a fehér, és hát ugye itt, tehát
Hát akkor ennél az oldalnál, ugye? Illetve ugye itt is, tehát itt a narancssárga jön, és ide is. Ugye az előző oldalon megbeszéltük, illetve elmondtam, hogy nem nagyon szoktunk hivatalosan ugye két egymás melletti cellát megfesteni. Na most ez ugye addig érvényes, beleesett valami, ez ugye addig érvényes, amíg nem vagy biztos a kontúrozásban. Tehát igen, ez egy íratlan aranyszabály, ennek ellenére, hogyha már tényleg régóta kontúrozol, biztos vagy magadban, hogy nem folyik össze, akkor nincs azzal semmi probléma, hogyha így csinálod. Ennek ellenére, hogyha így csinálod és összefolyik, akkor ugye fülpucolóval ki lehet szedni a közepét. Látjátok, szerintem ez egy kicsivel haladósabb, mint az előző volt, mert igazából ez a végén fog kiderülni. Aztán lehet, hogy csak én érzem haladósabbnak, és valójában nem is az. Nem sajnáljuk a festéket, jó? Tehát tényleg oda tesszük a festéket, és akkor nagyon, nagyon könnyeden haladunk vele. Most tettem föl egy cikket a blogra, ezt majd megosztom veletek. 5 dolog, amit ne kövessünk el üvegfestőként. És hát ez az 5 dolog, ez nem csak az üvegfestészetre vonatkozik gyakorlatilag, hanem szerintem az életünk nagyon sok területére. De majd, ha kíváncsiak vagytok, akkor olvassátok el. Légy szíves. Majd megosztom a csopiba a Facebookon. Na! Jó, de jó! Milyen? Hogy tetszik? Nézzétek? Egyébként olyan érdekes, mert ugye ez egy fekvőkép, de hát ugye most, hogy én így kimondtam, hogy a föld, meg az ég, meg vagy a tűz, meg a víz, meg föld, ég, talán, hát gyakorlatilag, hogyha magát a jelet fordítjuk meg, akkor ez rögtön egy állókép is lehet, fölül az ég, ugye alul a föld, akkor alulra ilyen zöldes-barnás dolgokat érdemes festeni, tehát így is lehet egy szimbolikát kialakítani vele. Olyan érdekes dolgok ezek, amikre így közbe jön rá az ember. Na, ikrek, ikrecskéim. Szerelem. Há, a szerelem, az örök téma, a szerelem. És a képkeretezés. Tehát, szerelemben nem nagyon mutatja ki az érzelmeit. Tehát nagyon-nagyon tud szeretni. Borzalmasan tud szeretni, nem zárkózott, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az ikrek egy zárkózott típus, de nem mutatja ki feltétlenül az összes érzelmét, tehát mondhatjuk azt is, hogy gond az érzelmek megélése. Most jön a bordó. Jó? Tehát ez nyugodtan mehet ugyanazzal az ecsettel, amivel a narancs ment. Tehát a vörös bordó, vörös bor, tehát a vörös borral folytatom. Tehát nehezen mutatja ki az érzéseit. Néha lobbanékony. Tehát pont azért, mert úgy nem megy a dolgok mélyére, néha azért benne van a pakliban az a felületessége. És ezzel képes egyébként megbántani másokat, főleg a szeretteit. Amit utána nem feltétlenül mindig érez, hogy ez most így miért történt, mert ő gyakorlatilag a valóságot mondja ki. Tehát ő tényleg úgy a velejében kimondja azt, ami történt, kimondja azt a dolgot, csak hát ez nem mindig szépen. Tehát nem mindig tud nagyon kedvesen elbeszélgetni az emberekkel. Tehát van, amikor hajlamos így oda-oda csapni, oda-vágni bizonyos dolgokat, és hát hiába megállja a helyét ez a történet, azért más ezen simán megbántódhat.
Itt igazából inkább a stílussal van a probléma, mint a mondani valóval. Kicsit különcök az ikrek. Tehát így az emberek képesek rá csodálkozni. Látjátok, itt folytatom, és akkor ide föl is csak egy kicsit visszahúztam. És akkor itt folytatom azt, ahol itt abba hagytam. Egyébként ez a különbségük, ez nagyon tetszik az embereknek. Egyébként nagyon sokan szeretnek az ikrekkel barátkozni, tehát szeretnének velük barátkozni. Na, mi van még az ikrekről? Igen, van bennük egy kis titokzatosság. Olyan kis furi mosoly az ajkuk alatt. Olyan kis grimasz. Figyeljétek meg. Jó, de jó, jó, de jó. Hát tegnap még nem így képzeltem, de már így alakult. Ettől ne ijedjetek meg, tehát nekem rengeteg munkám ilyen, hogy így elképzelek valamit, és utána extrán más lesz, tehát teljesen más. Erre mondtam azt, hogy amikor szinkronba festünk, tehát két egyforma dolgot, mondjuk két egyforma lepke szárnyat kell megfesteni, akkor mindig jobb oldal, bal oldal. Pipik! Jobb oldal, bal oldal, jobb oldal, bal oldal. Teljesen máshogy képzeltem még tegnap ezt a festést. És mára valahogy ez így átalakult. Valahogy ma más lábbal keltem föl. Vagy nem tudom. Tehát más lett kint a fény, vagy sütött a nap, vagy tegnap itt például jégeső volt, vagy egy kis melegségre vágytam, nem tudom, de teljesen máshogy alakult. Jó, tehát ezekből, amiket így mondok, tudjátok, ne higgyétek el, de azért tényleg van egy-két olyan dolog, amit így érdemes megfogadni, és ha kipróbáljátok, akkor rá fogtok ti is jönni, hogy ez tényleg így működik. Vagy hogyha már régebb óta festetek, akkor szerintem ti is tudjátok, hogy itt a hangulat nagyon befolyásolja az, hogy milyen lesz a munkánk. Na, ikrecskékről még mit? Hát a változékonyság, hoppá! Bocsánat, csak itt közben észrevettem, hogy itt például hiányzik egy vonal, nem? De, mégpedig azért, mert látjátok, amit én látok? Mert itt középen kéne zárnia, de nem zár. Illetve itt ez a csücsök nem zár. Tehát most itt csinálok egy olyat, hogy ugye lezárom ezt a csücsköt. Jó, és most ugyanaz, ami az előzőnél volt, egy picit elhúzom itt a festéket, hogy ne menjek rá teljesen a kontúra. Egy nagyon kicsit meg kell várnom, amíg a kontúr megszárad, jó? Máshogy nem fog működni a történet. Tehát ott meg kell várnom. Na most, ugye az jön, hogy akkor ez az a rész, amit én szeretnék a gyömbérrel megfesteni. Tehát, ami itt, ez a szürkéskék, az nekem most a gyömbér lesz. És mondom, hogyha például hölgynek festenétek, pont ugyanígy, akkor a gyömbér helyett nyugodtan használjátok az élénket, a sárgát. Mert ez a gyömbér, ez egy kicsit férfiasabb szín, a másik az meg egy sárga, tehát az egy élénk. De én most maradnék ennél a férfiasabbnál. Na, tehát még egy pár szót így az ikrekről. Tehát változékony.
kiszámíthatatlan is ám azért egy kicsit. Tehát jó, hogy így munkahely, meg ilyen területen oké, okay, de azért tud meglepetést okozni. Tehát jót is, rosszat is. Tehát ami számára egyébként teljesen elfogadható. Szereti a laza kapcsolatokat. Tehát, hogy úgy igazából az ikrek, mivel levegőjegy, tehát én vízöntő vagyok, tehát én így a levegőjegyeket egy kicsit jobban ismerem, szerintem így magam által, önmagam által. Én szeretem azt, hogy így gyakorlatilag jövök, megyek, intézkedek, teszek, veszek, békén vagyok hagyva. Ugyanez az ikrek is. Tehát mindig fölülről látom a dolgokat, össze tudok kapcsolni bizonyos eseményeket, bizonyos lehetőségeket. Tehát, hogy így, mint a levegő, tehát oda így fölrepülök, és akkor így rálátok a dolgokra, össze tudok hozni történeteket úgy, hogy az jó legyen. És az ikrek is ilyen. Tehát pillanatok alatt meg tud oldani olyan problémákat, amiken mások sokáig gondolkoznak. Ő igazából egy másodperc alatt kiszűri azt, hogy mi ez a levegőssége miatt van, legalábbis szerintem, hogy így ez neki nagyon-nagyon nagyon könnyen megy. Nem szerette bezártságot, ugye a levegőssége miatt, tehát neki is szüksége van arra, hogy ő mehessen, ne legyen bekorlátozva, hogy most ez szabad, ez nem szabad, ezt megcsinálhatom, azt nem csinálhatom. És így felnéztem a kamerára, az életben ennyire nem sötét egyébként, mint amennyire az én kamerámon sötétnek látszik. Tehát az enyémben egy kicsit világosabb a gyömbér, legalábbis itt az élő képen. De majd úgyis lefotózom a kész munkát, és akkor meglátjátok, hogy milyen. Hát olyan jól haladunk, akkor lehet, hogy még a fekete is bele fog férni most. Résznek az elkészítése, és akkor tényleg három videóból készen is vagyunk az ikrekkel. Kíváncsi leszek, hogy ti hogy festegetitek meg, vagy hogy milyen elképzeléssel. Úgyhogy férni. Szerintem ez így egy elég jó történet. Na, tehát most az ikrekről igazából nem nagyon tudok elmondani. Kíváncsi vagyok, hogy így kinek van ikrek ismerőse, és hogy mennyire illik rá. Hát az én középső királyfimra teljesen. Királyfinak hívom a gyerekeket. Mert hogy három fiú, egy lány. Tehát itt pont megvan a legnagyobb, legkisebb és a középső királyfi családban. Hogy nem mindjárt kész is vagyunk a gyömbérrel is. Mit gondoltátok volna? Olyan gyorsan elment ez az 5 hónap, hogy úristen. Hát mindig csak azt veszem észre, hogy valakitől kapok egy üzenetet, hogy Orsi, jön a következő horoszkóp? Orsi, jön ez a Orsi, jön az ikrek? És úristen, tényleg, hát 5 nap múlva ikrekbe vagyunk. Illetve hát most már benne vagyunk. Holnap?
Ma már? Nem is tudom, hányadika van. És valahogy így olyan gyorsan mennek a hónapok. Ezt nem is gondolnám. Döbbenetesen gyorsan. Na. Jó. Itt érdemes azért ellenőrizni, főleg ahol kicsit világosabb. Ott ugye azt jelenti, hogy kicsit kevesebb a festék. Na most ott érdemes ellenőrizni, hogy kimentünk-e a kontúr széléig, jó? Ilyenkor nyugodtan bele lehet még tenni, tehát abszolút semmi baja nem lesz, tehát visszaoldódik. Meg tudjátok, hogy jobbra fej, balra fej, így jobbról, balról megnézzük. De jó lett. Szerintem az kimondottan jó ez az ikrek. Na és akkor nézzük, tehát ahol még ugye ez a szín van, az itt. De hát itt még. Most természetesen egyébként a végén ezt még nem lehet csicsázni. Tudjátok, ide pöttyök, oda pöttyöcskék, ide ezt tesszük, oda azt tesszük. Tehát, hogyha nagyon sötétnek találjátok, akkor például fehér pöttyökkel fel lehet dobni, mivel ugye itt van benne fehér, ezért ugye ide is át lehet építeni egy kis fehéret, tehát azzal nem lesz probléma. Tehát bátran. Na, tehát most ellenőrzöm, hogy ahol itt kék van, itt is megvannak-e ugye a sárgák. És meg. És még a narancssárgákat kell befejeznem. Amiből itt már aztán tényleg nincsen sok. Igen, gyorsabban kész lettünk jóval, mint a másikkal, azt látom. Vagy kevesebbet beszéltem, vagy tényleg ennyit számít, ugye, hogy a pasztelnál oda kell azért jobban figyelni a festésre. Nagyon fontos egyébként a jó kontúrozás. Tehát tényleg, most már azért elég sok leckénk van a kontúrozásról. Ha valaki tényleg nagyon profin szeretné ezt csinálni, és úgy érzi, hogy van, ahol hiányosságai vannak, az üvegfestőiskola.hu-n. Ott ugye online kontúrtanfolyam van fent, ami egy 15-16 leckéből álló tanfolyam. Azt szerintem érdemes végigcsinálni, akik elvégezték, azoktól nagyon pozitív véleményt kaptam. Hát ezután is köszönöm, de szerintem azt érdemes. Tehát tényleg hosszú évek tapasztalata van benne, tehát nem csak így légből kapott, hanem tényleg olyan dolgokat mondok el benne, ami fontos ahhoz, hogy stabil legyen a kontúrozás, és hogy meg tudjuk ezt így mondjuk 40 perc alatt, hol tartunk? 43. Tehát mondjuk egy 50 perc alatt el tudjunk egy ilyet készíteni. Mert nincs átfolyás, nincs problémánk vele. És hát amikor már úgy dolgozunk valamivel, hogy már megrendelésre készítjük, akkor azért nem mindegy, hogy mennyi ideig készül az a munka. Tehát el lehet adni egy gyorsan elkészült munkát is nagyon jó áron, higgyétek el. Na, ezzel meg vagyunk, és akkor most itt igazából én még öt befejezem. Látjátok itt, ahol utólagosan a kontúrt egy kicsit be kellett pótolnom. Látjátok, én is csinálok pótlásokat, tehát ez nem ilyen történet, hogy nekem itt most az ég egy a világon minden olyan profin sikerül, hogy hújújúj. Tehát nem, higgyétek el, én is azért elkövetek hibákat, nem is kevesebb. Na, hát itt tartunk. És akkor most jön annak a háttérnek a megfestése, amit én nagyon imádok. Tehát a fekete. A kefete háttér. Na most, szóval először a két belső oldal. Jó?
Itt vigyázzunk a fehérnél, hogy semmiféleképpen ne menjünk bele a feketével, bár letörölhető róla. Főpucolóval, hogyha főpucolóval simán nem sikerül, akkor érdemes a főpucolót belemártani egy kis alkoholba, jó? Akkor azzal nagyon vékonyan úgy végig törölni, hogy nem nyomjuk bele. Jó? Nos, ha valaki szeretné, akkor itt nyugodtan alkalmazhat esetleg viharkéket is. Lenne ilyen egesebb, felhősebb dolgokat nyugodtan. Lehet, hogy majd én is mindjárt teszek bele egy kicsit, és akkor megmutatom. Hogy hogy lehet ilyen aranyos dolgokat kihozni még belőle. Illetve fogunk beletenni egy kis csillámot, jó? Tehát a csillám az ugye nagyon jó pofa, mert hogyha vékonyan és tényleg szolidan, tehát nem így így beleverve alkalmazzuk, hanem úgy nagyon éppen hogy, akkor azok olyanok, mint a csillagok. Készíteni. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Sok esetben egyébként a legegyszerűbb dolgokra nem gondolunk. Aha, ez az aha élmény. Ez tényleg, és hülye vagyok, hogy ez nem jutott eszembe. Hát nem, azért van pár ilyen dolog. Na, itt szóltok. És akkor most jön itt a, gyönyörűség. Jól megfestem. Ez elég haladós egyébként ez a fekete történet. Hát ezzel így lehet haladni. Ilyenkor szokott jönni a kérdés, hogy lehet nagyobb ecsettel? Hát persze, lehet. Kinek hogy kényelmes? Persze, hogy lehet nagyobb ecsettel. Itt van egy szösz. Annyi a lényeg, hogy itt húzzátok így föl az ecsetet, jó? Hát így mellette, itt szépen. Jó? Így. Jó, azt úgy egy vonással úgy föl lehet. Hát igen, lehet nagyobb ecsettel, de lehet olyan orsi stílusban is festeni. Mindjárt mutatom, mert szerintem akik ismernek, meglátták már pár munkámat, ezek pontosan tudják, hogy milyen. Itt orsi fogja és orsi leönti üvegfestékkel ezt a részt. Itt ugye kicsit visszatörlöm. Az ecsetet is, és az üveget is. És akkor... Hát így a gyorsaság kedvéért. A festeket, tehát látjuk, hogy itt kevesebb van, itt több van, akkor nyugodtan itt toljuk oda. Hozzáteszem, így azért én mindig egy kicsit több festéket használok el, mint hogyha simán ecsettel festenék. Általában többet öntök, mint amennyit kéne. Egyébként ezzel olyankor lehet ilyet csinálni. Ezért, hogy így átveszitek a festéket, és átteszitek a másik oldalra.
Tehát ez nem probléma, ez egyáltalán nem fog meglátszódni sehol. Tehát, hogyha itt sok a festék, tegyétek át nyugodtan, és akkor ugye azt is majd mindjárt leöntjük, és akkor így szépen. Viszont természetesen letörlöm az ujjamról a festéket, tehát nem hagyom rajta. És akkor itt, ahol még esetleg olyan részek vannak, ahol nem mertem annyira rátolni, ott úgy rátolom. Jó, és elővesztem a fehéret. Elővegyem a fehéret, de most komolyan. Annyira tetszik nekem így. Na jó van, egye fene. Csak egy picit, jó? De csak egy picit. Hát tényleg csak így ennyire, ilyen kis, és alkalmazzunk ilyen nem tökéletesen tiszta égboltot, jó? Mit szóltok? Ugye nem tökéletesen tiszta égbolthoz. Nem mondok nevet, de tudom, hogy ez kinek fog nagyon tetszeni a csoportból. Egy Mónika nevű hölgynek. Jó, hogy nem mondtam nevet, nem mondtam a teljes nevet. Na, tehát lehet így egy picit ezzel is játszani, jó? És akkor megfestem gyorsan a másik oldalt. Megfordítom, jó? Wow! Egyébként látszanak benne. Tehát tényleg intenzíven látszik. Azt ott most békén hagyom, ugye? És csak simán, ide ugye megfestem azt a történetet, hogy ugye ne menjek bele rögtön a fehérbe. Itt már azért nagyon haladósak vagyunk. Nem muszáj ilyenre festeni a hátteret. Hát ahogy szeretnétek. Tehát nyugodtan, mindenki a saját elképzelése szerint, tudjátok, mindenki vigye bele a saját kis stílusát. Jó sűrű. Tehát az egy nagyon furpigmentált anyag, borzalmasan sűrű. Én szeretek vele dolgozni. De azért itt a száradási időt be kell tartani, tehát itt azért tényleg várjunk vele, jó? Amíg megszárad. Na, és akkor olyan most is, ahogy szoktuk. Úgyni. Megtörlöm az üvegszélét is. És megfestem. Nincs félelem. Tehát nem félek tőle. Nem rontom el. Miért rontanám el? Megfolyik. Hát majd leszedjük. Tehát nem félek tőle, jó? Ez a leges legfontosabb, hogy ne tessék félni a festéktől. A félelem még soha nem adott jó tanácsot senkinek. Tehát olyan még nem volt, hogy jaj, de félek, jaj, most akkor ez eszembe jutott. Nem. De tessék mindig nyitottnak lenni, kinyílni, a nyitott ajtón tudnak bejönni dolgok, ötletek. Ha valaki bezárkózik, begubózik, összekulcsolja a kezét, nem jó. Tehát nyissunk, mindig nyissál a festésnél is új ötletek. Eddig nem mertem kipróbálni, a fene vigye el, most kipróbálom, mi történhet. Itt, nézd csak, így visszateszem az ujjamról a festéket. Ha nem kevered itt a festéket össze, akkor ez nyugodtan megtehető, tehát semmi baja nem lesz se a festéknek, se az ujjadnak, se a képnek. A fekete festék lassan szárad, tehát amennyire lehet, azért ne ilyen nagyon vastag réteget tegyünk, jó? Rá.
És akkor tegyünk el egy pici fehéret, ugye? Ugyanúgy, mint fönt. Nem nagyon látjátok a fehéret, de látszik. Tehát látszik benne a fehér. Még teszek ide, hogy még jobban érvényesüljön. Ha kicsit jobban szeretnétek látni a fehéret, akkor tegyetek bele nyugodtan többet. Tehát akkor tényleg így, akkor nem egy cseppet egy helyre, hanem két-három cseppecskét. És azért az ecset hátuljával teszem, mert nem akarom már kimosni azt az ecsetet, amit ilyenkor fölösleges. Még egy nagyon pici játék, ugye, amit mondtam, hogy bele fogok szórni csillámporokat, illetve egyfajta csillámport. Jaj, azonnal előveszük a csillámpötyös dobozt. Tehát gyakorlatilag nálam ez így néz ki. Tehát van egy rakat. Na most vannak olyan csillámpöttyök, amik ilyen irizálósak, van olyan, ami ilyen kicsit nagyobb darabkák, van olyan, ami tényleg csak ilyen éppen hogy pöttyös, ő is ilyen éppen hogy pötty. És ebből aztán nem egy csomó szín van, tehát mindenfélét lehet alkalmazni. Egyetlen egy fontos dolog van, hogy tényleg ilyen nagyon, látjátok? Tehát ilyen éppen hogy. Tehát ne sokat, mert akkor már nem csillaghatása van a történetnek, hanem akkor már ilyen csillogó folt hatása van. Lehet látni, ahol úgy belepöttyöződtek? Jó. És hát akkor van nekem egy ilyenem is. Látjátok, mit csinálok? Nem. Följebb tolom. Ez ilyen nagyon picike kis csili-vili. Hát én most itt lenyálazom az ecsetnek a végét, úgy veszem föl őket. Na, ők aztán tényleg ilyen csillagszerű dolgot adnak, mert ezért tetszett, ez ilyen darabkás, ilyen furán eldarabkázott, elvágogatott, fura alakú bizék. Igazából az lenne a cél, hogy mindenhova egyet tegyek, valahova nem egy sikerül. És hát azért tegyünk ide is közzé, nem? Szép lett, így nézzétek csak. Mert ezek ilyen különböző méretű darabok, de gyakorlatilag ezzel azt tudjuk elérni, hogy ugye úgy néz ki, mintha különböző távolságra lennének. Na, azt hiszem profi eget csináltunk. Mit szóltok hozzá? Na, olyan, mint a két bolygót kovályogna. És akkor még egy utolsó, jó? Előveszem a fehér kontúrt. Tudjátok, kinyomok belőle. Hát ez nem a fehér, ez a transzparens. Na, még egyszer előveszem a fehér kontúrt. Oké. Vagy lehet ide az ezüst is. Tehát ha valakinek jobban tetszik az ezüst, akkor használhatja az ezüstöt is. Tehát az is egy
Az is egy jó pofa szín. Most én maradok a fehérnél, mert az ezüstöt ki kéne pucolnom. Na. Tehát itt a fehérem. És akkor mit tudom én? Hát mit tudom én? Tehát mondjuk, ahova szeretnénk. Nem muszáj az egészet felpöttyözni. De tudjátok, a csicsák. Ezek úgy mindig kellenek rá. Tudom én, jó pufák. Csak hogy úgy legyen. Több színnel is lehet, tehát nem muszáj ezzel az egyel, tehát ahogy jól esik. Az a lényeg, hogy a másik oldalon is kapjon helyet ugyanez a kötyözés, jó? Tehát ha már itt pöttyözünk, akkor pöttyözünk a másik oldalon is. Tehát, hogy ugye megőrizzük a szimmetriát. Emlékeztek? Ott volt egy kék pötty. Én nem ragozom ezt tovább, mit szóltok hozzá? Kell még pötty valahova? Nem annyira rontanám el. Még ide talán így. Igen, még oda így hiányoztak. Tudjátok, azt is mondtam már többször, hogy ilyenkor fotózzátok le. De fotózzátok, akkor látszódni fog, hogy hol hiányzik belőle, hol kéne még egy kicsit ezzel-azzal pótolgatni. Most az üvegfestékeken támasztom a kezemet. Na, szerintem ez így oké? Okay? És akkor itt is, álljatok, hogy vannak a pöttyök. Ott van pötty, itt fent van pötty. Fehér, fekete. Hát, ha most én ide feketét teszek, az nem annyira fog látszani. Oda meg nem tennék feketét. Hát pedig csak úgy lesz. Igen, jól látjátok. Semmi baja nem lesz, belerakható a kontúrpötty. Tényleg nem lesz semmi baja. Ezt most festettük, annyi, hogy nem lehet javítani. Tehát ha rossz helyre teszed a pöttyöt, akkor nem fogod tudni kijavítani, mert fel fogja szedni a festéket, amikor le szeretnéd szedni. Tehát ezt szintén akkor készítsd el, hoppá, jobban is nyúltam, hogyha megszáradt a festék, jó? Vagy hogyha tényleg halálosan biztos vagy abban, hogy ezt most úgy odaszánod. És akkor még a fehér, ugye? A fehér pötty az meg gyakorlatilag itt volt. Itt. Meg vagyunk, nem? Még ide. Ugye a bordókba.
Na, akkor most mondanám azt, hogy kész vagyunk, jó? Parancsoljatok. Akkor így most nem tudom tovább tolni. Így tökéletesen látjátok akkor az ikreket. Ha megszáradt, akkor ne felejtsétek el aláírni, jó? Tehát vagy ide a szélére, vagy ide a szélére, ugye ez forgatható jelenleg, tehát a másik irányba is föltehető. Jó? Vagy esetleg ide ugye a kis kliens, barát, barátnő nevét, ide a születési dátumát, vagy esetleg azt a dátumot, amikor megalkottátok, vagy amikor ajándékba adjátok. Jó? Illetve javaslom, hogy az összes szöszikét, nálam jelenleg a macskaszőr játszik, azt szedjétek ki belőle. Jó? Na, kellemes alkotást kívánok, és remélem, hogy sikerül mindenkinek elkészíteni a saját kis ikerverzióját. Sziasztok!